A szombati nap legnépszerűbb eseménye strandszépe választás volt, amelybe az előzetes válogatás alapján 9 lány jutott be. Nem csak 60-ból is térségéből, hanem a távolabbi településekről is érkeztek versenyzők. A háromtagú zsűri elnöke, a Való Világ 4 győztese Alekosz volt, aki elmondta, hogy a győztest már az első pillanatban kiszúrta. Amikor megláttam ezt a 9 lányt, rögtön először a másodperc tört része alatt melyik lány volt számomra az, amelyik olyan meghatározó behatást, benyomást biztosított a számomra, hogy én el tudjam dönteni, hogy ki lesz az első helyezett. És amikor megláttam az Evelint, igazából ő volt az, aki tényleg, ahogy mondottam, a másodperc tört része alatt eldöntötte számomra, hogy én őt fogom választani. De ezzel nem azt mondom, hogy a többi lány nem tetszett, vagy nem lehetett volna esélyes. Hogyha esetleg jobban megismerem őket, elképzelhető, hogy mások is esélyesek lettek volna, de első ránézésre, első megérzésre, első benyomásra nekem az Evelyn volt a kedvencem. Nagy Evelyn! A strandszépe verseny győztese a születésnapját épp aznap ünneplő Nagy Evelyn lett, aki elárulta, hogy nagyon meglepődött az eredményen. Nem igazán számítottam rá, úgy gondoltam, hogy megpróbálom, aztán majd lesz valami, és hogy most születésnapom van, ez teljesen sok hatásként kért, hogy sikerült megnyerni ezt a versenyt. Evelyn jelenleg másodéves a Károly Róbert Főiskolán, ahol turizmus és vendéglátás szakon tanul. Közgazdász szeretne lenni, de néhány hónapja műkörömkészítéssel is foglalkozik. Már korábban részt vett hasonló megmérettetésen. Indultam a főiskola szépén, de sajnos az elődöntőből, előválogatóból kiestem, és úgy gondoltam, hogy szerintem nem próbálom meg többet, de a barátaim és az ismerőseim azt mondták, hogy mindenképp próbáljam meg. A zsűri egyetlen női tagja, Kovács Éva elmondta, hogy elsősorban a hölgyek kisugárzását és megjelenését vette figyelembe. Az első helyzettel kapcsolatban nem volt meg az egyetértés a zsűriben. Nagyon szépek, csinosak voltak a hölgyek, magabiztosak voltak, úgyhogy elég szoros volt a verseny. Itt a zsűri többi tagjával is elég nehéz volt megegyeznünk, hogy kikapja az első helyezettet. A második helyezett a 25 éves Gyöngyösi Parádi Gyöngyi lett, harmadik pedig a 17 éves Apci Medve Jennifer. A zsűri külön díjjal jutalmazta a 16 éves 67 út Elizabeth Sandrát. Ez volt az első szépségverseny a városban, de a tervek szerint hagyományt teremtenének belőle, így jövőre is várják a szebbnél szebb lányok jelentkezését. A szép azt mondta neki, hogy nagyon jó az illata.